A műszaki átvétel zajlik. Jó, másik szintén autópálya, az M0-ás, ugye pont egy évvel azelőtt beszélgettünk arról, hogy akkor mi lesz az M0-ással, mikor fog elérni a gyűrű, mikor éri el a 11-es összekötő szakasz, hogy állunk most ezzel, van-e valami fejlemény? Erről annyi döntést hozott a kormány, hogy az M0-ás, az M1 M0-ás meccéspontnál Zsámbék irányába lesz egy kitérő, és Esztergomig elmegy az M1-es. Tehát lesz egy M1-es kitérő szakasz Esztergom irányába. És az a kérdés, hogy hogyan folytatódik az M0-ás a hegyen át, és hogyan éri el a vidat. Erre a kormánynak nincs egy előre döntése, azért, mert környezetvédelmi hatástanulmányokra várunk. Itt, mint tudja, kiemelt természeti értékeken keresztül kellene hegyvidéken, zöld területen, erdőkön keresztül kellene vezetni az utat. Ezzel kapcsolatban a kormány nagyon óvatos. Folyamatos egyeztetésben vagyunk különböző szakmai szervezetekkel, és várjuk a hatásvizsgálatok eredményét. Alagút építése igen vagy nem, felszínút építés igen vagy nem, milyen nyomvonalon, Natura 2000-es területekről van szó, döntő többségében kiemelt természeti értékeken kellene az utat átvezetni, pontosan a zöld szempontok miatt semmilyen döntés nem született még. Van-e ezekre valami határidő, tehát hogy lehet-e látni a képzeletben vett alagút? Maga a hatásvizsgálat 2 év, ha jól tudom, és utána úgy gondolom, hogy ez egy nagy vita lesz. Mert valószínűleg a zöld szervezetek minden útépítés ellen tiltakozni fognak. Csak olyan útépítés lesz a végén, ami a zöld szempontokat figyelembe veszi, és a kár, zöld kár, vagy a természeti kárcsökkentését tűzi ki maga elé. Nagyon nehéz lesz ebben a kérdésben döntés hozni, ezben látható. Tehát nagyon értelmezem a pontos határidő a majd egyszer. Nem, a kormánynak az a célja, hogy az 5 éven belül az építkezés elkezdődjön, de itt szeretném elmondani, hogy irreálisan drága beruházása is válhat, ha minden környezeti szempontot figyelembe veszünk. Ha végig alagutat kell építeni, akkor ez irreálisan drága beruházása is válhat, és akkor mérlegelni kell, hogy ez megéri vagy sem.